Szóval ugye Pakson kötelező elmondani, vagy lehet, hogy Pakson pont fölösleges elmondani, hogy miért is fontos nekünk a nukleáris energetika úgy általánosságban. Hiszen manapság dominánsan fosszilis energia forrásokat alkalmaz az emberiség, és ez nem csak a villamos energia termelésre, hanem hogyha a teljes energiafelhasználást nézzük, akkor még összebb az arány, hiszen például a közlekedés mint egyik legnagyobb fogyasztó. De hát ugye a készletek végesek, egyre kevesebb a gazdaságosan kiaknázható mennyiség, és az egyik legfontosabb hulladékkal a szén-dioxid kibocsátással is kell valamit kezdeni. Klasszikusan favorizált szén-dioxidmentes energiaforrások ugye a megújulók, amiket nyugaton nagyon preferálnak, de kis hazánkban például azokért nem feltétlenül alkalmasak alapellátásra. Tehát a napenergiával az egyszerű probléma az, hogy beépített környezetben nincsen elegendő hely, tehát a ipari mennyiségű áramtermelése valami sivatag közepére kell letenni egy viszonylag nagy erőművet, akár napkollektor, akár fotovoltaikus, és onnan az áramot valahogy el kell juttatni a fogyasztókhoz, és egyelőre még a költségek sincsenek azon a szinten, hogy versenyezni tudjon a nagy alaperőművekkel, akár atomerőművel, akár egy szénerőművel, vagy ilyesmivel. A szélenergiának a problémája szintén az időben egyenetlenség, legalábbis a bolygó bizonyos részein, ahol pedig egyenletesen fúj a szél, például a tengerpartokon, meg ilyenek, azok megint csak nem feltétlenül ott vannak, ahol a fontos ipari centrumok, ahova el kell vinnünk. A biomassa tulajdonképpen indirekt módon napenergiát hasznosít, de a hatásokkal sokkal rosszabb, mint hogy a direktben a napenergiát használnánk. Tehát ez egy működő alternatív, hogy nyilván mindenki látott már fatüzelésű kazánt, de ez szintén nagy mértékben, nagy volumenben nem alkalmas. Tehát a megújulókkal alapellátási szempontból probléma az egyenletlen elosztás, ugyanis minden megavat beépített kapacitással, ami megújulókban el kell tartani kapacitás, ugyanis hogy éppen nem fúj a szél és nem süt a nap, akkor is szükségünk van áram, és az a Magyarország tekintetében több alkalnyi vizet kellene fölvezetnünk ilyen tárló tekintetében, nem jól szabályozhatóak és így tovább, tehát mondom alapellátásra nem igazán alkalmasak. Hogyha nem megújuló energiaforrásokat tekintünk, akkor pedig azon szembesülünk, hogy valamiféle anyagot alakítunk át egyik formából egy másik formába, és a két állapot közötti energia különbséget hasznosítjuk, és kémiai energiánál az a nagyságrendileg elektronvoltokról beszélhetünk, ami most nem egy, konkrétan egy elektronvolt, de ez a nagyságrend, amit atomonként ki lehet szabadítani egy kémiai alapon működő tüzelőanyagból, és ebből, hogyha az ember végigszámolja, nagyjából az jön ki, hogy 100 000 kg anyagra, üzemanyagra van szükség per fő per év, hogyha az energiaellátást meg szeretnénk oldani. A nukleáris energetikának az egyik nagy előnye, hogy a fajlagos, tehát az atomokra jutó energiafelszabadulás hat nagyságrenden nagyobb, tehát itt már meg elektronvoltos energiákról lehet beszélni, és akkor így úgymond 1 gram üzemanyag per főperében lehet gondolkozni. És ugye nem csak az üzemanyag mennyisége problémás a források végessége miatt, hanem hogy mit csinálunk a hulladékkal, hogy jelen esetben például amit ilyen nagyon szép szó, a kémiai átalakításnak hívunk, például az égés, a hulladék nagy részét kieresztjük a kéményen, bemegy a légkörbe, és ott aztán mindenféle kellemetlen dolgokat csinál. De nem csak feltétlenül a hamura kell gondolni, meg ilyenekre. Tehát én azt gondolom, nekem az őszinte véleményem, hogy hosszú távon mindenképpen meghatározó kell, hogy legyen az alapellátásban a nukleáris energia, még akkor is, hogyha egy kívánt, sokszínű, divers, elosztott energiamixben a megújulóknak fontos szerepük van, de az alapellátás feladatát nem képesek átvenni ezek miatt az egyszerű mérnöki fizikai korlátok miatt. Ugye a kétféle atommagreakciót a teremben ülők nagyon jól ismernek. Mind a kettő próbálja a legstabilabb mag, vagy a legstabilabb izotópok irányába mozogni a kötési energia skálán, és ez a maximum, vagy hát a legstabilabb mag az nagyjából a vas környékén található. És ugye energiát lehet felszabadítani akkor, hogyha a nagyobb magokat hasítjuk, ugye ez a fissziós energiatermelés, mindenki által jól ismert. És a kisebb magok egyesítésével is energiafelszabadulást lehet elérni, ez pedig a magegyesítés, vagy pedig a fúzió, és tulajdonképpen a kiindulási és végtermék magok kötési energiájának a különbségét szabadítjuk föl, és ennek egy bizonyos hatásfokkal átalakított hányadát használjuk, mint hasznosítható villamos áram és társai. Most, hogyha a fissziót és a fúziót, vagy a magfasadást és a magegyesítést szeretnénk összehasonlítani, akkor ez egy kicsit túlzó kijelentés, de a hasadási láncreakció, hogyha sikerül egy megfelelő geometriában megfelelő anyagösszetételt összerakni, akkor relatíve önműködő, azt lehet mondani. Ez nyilván nem triviális azt az anyagösszetételt és azt a geometriát megtalálni, amiben ez működik, de hogyha működik maga a reakció, viszont a kis számú neutronnal beindítható, egy neutron forrással vagy egy nagyobb erőben, arra nem is feltétlenül van szükség, és utána működik a láncreakció. Ahhoz, hogy a fúzió mint olyan létrejöjjön, az atomoknak nagyon közel kell kerülni egymáshoz, hogy az erős kölcsönhatás
hatására létrejöhessen a magegyesülés, ez viszont akadályozza a töltött magok közötti elektrosztatikus, tehát a kullonpaszítást, és amiatt kell a nagy sebességgel kell a két részecskének közelíteni egymáshoz, hogy ezt a kullonpaszítást le tudják győzni, és ne csak egyszerűen eltérüljenek egymáson és társai. Mint az köztudott, a csillagokban is fúziók reakciók zajlanak, de azok nagyon lassan, hiszen a nap legfontosabb, tehát a protonciklusnak az első lépésében létre kell jönnie egy bétabomlásnak, aminek a valószínűségre hatáskeresztmetszete nagyon-nagyon kicsi, és emiatt egy csillag az energiatermelés, azt hiszem, hogy jó közelítés ez az 1 watt per köbméter térfogati energiasűrűség, akármilyen nagy hőmérséklet és sűrűség van egy csillag belsejében. Emiatt viszont földi körülmények között, emiatt az alacsony térfogati energiasűrűség miatt ez a proton-proton fúzión alapuló reakció nem alkalmas földi energiatermelésre, tehát más után kell nézni. És most a klasszikus reakció gyakoriság ábrákat kiugorva azt mondanám, hogy a földi körülmények között az úgynevezett deutérium-trícium reakció megvalósítása a legkönnyebb, ahol a deutérium és a trícium, ugye a hidrogénnek a két nehéz izotópja, az egyik a kettes hidrogén, a másik pedig a hármas hidrogén. Egész egyszerűen ez az, ami a földi körülmények között elérhető hőmérsékletek és egyéb tartományok mellett a legnagyobb integrált energia felszabadulással jár. A deutérium-trícium reakcióban a felszabaduló energia mennyiség, tudom, a 14 mellől az 1-es, tehát az kb. 18 MeV, 17,6 megaelektron volt, amit egyszerű impulzus megmaradási okokból 1:4 arányban osztozik rajta a keletkező alfa részecske, amit most Hevel jelöltem, de nem egy hélium atom, mint olyan keletkező, hanem egy hélium atomnak, tehát egy alfa részecske, illetve egy neutron. A probléma az, hogy a reakció egyik alapanyaga, a deutérium, mint olyan a nehéz, tehát a deutérium földi körülmények között relatíve nagy mennyiségben fordul. Tehát azt szokták mondani, hogy a természetben minden 6000. hidrogénatom. Deutérium megfelelő feszültségű vízbontás esetén meg lehet oldani, hogy leszeporáljuk a deutériumot a hidrogéntől, és így lehet ipari mennyiségben deutériumot termelni, tehát ez nem jelent akkor a problémát. A trícium viszont csak nyomokban található a természetben, időről időre fel is adunk erről egy feladatot itt a szilárdó versenyen, hogy mennyi trícium található a természetben. De ezt a reaktorban kell megtermelnünk, és a legkézenfogható, vagy a legpraktikusabb az, hogyha a lítiumnak akár a 6-os, akár a 7-es izotópját neutronokkal bombázzuk, akkor lehet vele héliumot és tríciumot előadni, illetve még adott esetben van egy extra neutron, hogyha más izotópról van szó. És a lítiumnak az az előnye, hogy egy relatíve gyakori elem a földkérekben. Most az a gazdaságos kibányászhatóság az egy nagyon érdekes kérdés. Annyi lítium van a Földön, hogy azzal mondjuk fúziós erőműveket üzemeltessünk. Annyi lítium nincsen a Földön gazdaságosan kibányászható, hogy például minden autót lítium-ion akkumulátorral hajtott elektromos autóvá alakítsunk át. Ezért mondom, hogy relatív, hogy mekkora az a mennyiség. De mint korábban mondtam, relatíve kicsi az anyagmennyisége, tehát egy fúziós elven működő erőműnek, pont amiatt, mert a fajlagos energiafelszabadulás nagyon nagy, évente csak néhány száz kilogramm üzemanyagra van szükség, és ennyi lítium bőségesen rendelkezésre áll, vagy nagyon könnyen odaszállítható akárhova. A reakciótermékek tulajdonképpen egy neutron, amit próbálunk minél inkább felhasználni trícium tenyésztése, hiszen itt az egész reakció csak akkor önfenntartó, hogyha minden egyes neutron egy új tríciumot kelt, különben csökken a rendelkezésre álló trícium mennyiség az erőműben, ezzel egy kicsit trükközni kell, és a neutronnal megvannak a maguk problémáik, főleg az ilyen nagy energiájú neutronokkal, de ezekre majd vissza fogok térni. Viszont a másik reakciótermék, a hélium, az egy nagyon-nagyon kellemes elem olyan szempontból, hogy ez egy stabil, rendkívül stabil mag, radioaktív, kémiailag inert, tehát nincsenek vele semmiféle ilyen problémák, és ez is csak kis mennyiségben termelődik, mondjuk kár, mert a héliumot nagyon sok jó dologra lehet használni, és a hélium is fosszilis anyag tulajdonképpen, tehát véges mennyiségű készítők állnak belőle elő. És így az elképzelés az, hogy van egy reaktorkamra, amiben mi adagoljuk a deutérium és trícium üzemanyagot, ez nagyon fontos, hogy ezt mi adagoljuk, és egyszerre a reaktorkamrában csak néhány milligram, tehát ilyen postabélyeg nagyságú, vagy tömegű üzemanyag a maximum, ami benne van egy ilyen reaktorban. A keletkező héliumot azt mindenféle trükkös módszerekkel rá kell venni, hogy kijöjjön a plazmából, de csak miután leadta ezt az energiát, erre majd mindjárt visszatérek. A neutronnal pedig egy elképzelések szerint egy tenyésztőköpenyben próbáljuk őket elnyeletni minél nagyobb hatékonysággal, amivel tríciumot termelünk, és utána úgymond innen próbáljuk meg kivonni azt a hőenergiát, amit a neutron lead a tenyésztőköpenyben, és ezzel tudunk áramot termelni. Ez maga a koncepció. Na most
Mint mondtam, a deutérium tritium reakció megvalósítása az egy megfelelő ütközési sebesség kell, és hogyha csak annyit szeretnénk, hogy létrehozzunk egy fúziós reakciót, akkor ezt gyorsítóval is meg lehet oldani, az emberi ionokat küld egymásnak, és akkor elő lehet állítani, és időről időre felbukkannak ilyen önjelölt világmegváltó tudósok a Blikben és ennek külföldi formáiban, és néha íradóig is eljutnak, hogy hú, nagyon jó, mert az asztalon létrehozott fúziót, ez csodálatos. Tehát én nagyon örülök neki, hogyha az emberek ilyeneket csinálnak, és tényleg, de ezt nem szabad összekeverni azzal, hogy az energia termelése is alkalmas. Hiszen a probléma az ilyen gyorsítós megvalósítással az, hogy a hozam, amit egy ilyen gyorsítóval létre tudunk hozni, ez sokkal kisebb, mint az az energiaveszteség, amit az ütközések során, tehát az egymáson szóródó, de fúziós reakcióban nem lépő magokban elveszítünk, de gyorsítóval betáplált energia, és emiatt ennek az energia mérlege, ez negatív, tehát én nem bántok senkit, aki ilyen fúzorokat és ilyen-olyan dolgokat gyárt, én ezt nagyon támogatom, szerintem ez egy nagyon jó kísérlet, ez egy csodálatos, nagyon örülök neki egyébként, hogy ez a jó érzés így előadni. Nem egy steril asztal előtt állunk, igen, ez nem bizgalom, ez tényleg ilyen. De mondom, tehát energiatermelésre ez a megvalósítás nem alkalmas, mert nekünk az kell, hogy az energia mérlegünk pozitív legyen, végeredményben akkor lehet, mert energiatermelésről beszélni a szónak ezen csúnya gazdasági értelmében, hogyha több energiát tudunk kivenni az erőműből, minden hatás fog is egyébek után, mint amiben az erőmű üzemeltetése kerül. Ez ilyen humorosan hangzik, de egy erőmű tervezés, akkor valószínűleg az egyik első számítás, amit el kell végezni, az, hogy az erőmű a teljes életútja során meg fog-e termelni annyi energiát, mint amennyi energiába kerül fölépíteni ezt az erőművet, ez lehetőség kívülálló. Most termikus közegben is létrehozhatunk fúziót, ebben az esetben az ütközések, pont azért figyelj termikusnak a közeget, az ütközések csak újraosztják az energiát a részecskék között, tehát az nem vészel abban a formában, mint egy nyalábban, ahol a kiszóródó részecskék elviszik ezt az energiát, tehát úgymond így nem veszítjük olyan ütemben az energiát. A probléma azzal van, hogy még ez a viszonylag kedvező deutérium-tritium reakció létrehozásához is, ez a nagyságrendileg 100 millió Kelvin, tehát 10-20-30 kiloelektron voltos hőmérsékletre kell melegíteni az anyagot, ami, fogalmazunk, hogy nem annyira egyszerű, és utána ezt az anyagot még valamilyen módon össze is kell tartani. De hogyha így cselekszünk, akkor, mint mondtam, elérhető a pozitív energia mérleg, és a fúziósok szokták emlegetni ezt a mágikus Q-faktort, vagy a Q-nak nagyobbnak kell lennie, mint egy, és ez a Q, ez a megtermelt energia, és tulajdonképpen a plazma fűtésébe betáplált energiának a hányadosa, de ez még nem veszi figyelembe az egész erőmű üzemeltetéséhez szükséges egyéb energiát, amit még szintén vissza kell termelni. Tehát, hogy éppen Q egyenlő egy fölött vagyunk, az még nem feltétlenül jelent megváltást. Ideális esetben a Q végtelen is lehet, hogyha a reakció teljesen önfenntartó, nincsen külső fűtés. Ezt nem tudjuk, hogy elérhető lesz-e még, meglátjuk, reméljük, de már egy viszonylag nagy ilyen arányal is kereskedelmileg alkalmazható erőművet lehet építeni. Na most ezen a nagyon magas 10 millió fokos hőmérsékleten, ugye ez a 10 Kelvin, ez nyilván sokkal magasabb, mint a tipikus kötési energiák az atomhéjon, és ezért az anyag plazmahálóz állapotba kerül, amit a jelenlévőknek szintén nem kell elmagyarázni. És a szerencsénk az, hogy a plazma az elektromosan töltött részecskékből áll, és ezért a reménység az volt, hogy elektromágneses terekkel talán összetartható. Ezt azért mondom, hogy talán, mert ez megint nem egy annyira egyszerű kérdés, hogy egészen pontosan hogy tartjunk össze egy plazmát. Ugye a probléma az, hogy ha van egy 100 millió fokos üzemanyagunk, és ezt bele akarjuk rakni egy tartályba, akkor két dolog történhet. Vagy maga a tartály sérül meg az üzemanyagtól, vagy, mint mondtam, mivel az üzemanyag annyira kicsi tömegű, de sokkal valószínűbb, hogy maga a tartály ez a kölcsönhatás folyamán lehűti az üzemanyagot, és akkor lőttek az egésznek, és ez a nagyobbik veszélypont az üzemanyag kismérete miatt ebből a szempontból. De a minden esetben, hogyha az ember egy kicsit leül végiggondolja és számolgat, akkor arra jutunk, hogy ahhoz, hogy egy fúziós reaktor működhessen, kellően nagy hőmérsékletű, kellően nagy sűrűségű plazmát kell elég jól elszigetelni a környezetből, vagy úgymond megfelelő ideig összetartani, hogy az energiaveszteség karakterisztikus időskálája meglehetősen nagy legyen, és ezt egy ilyen hármas szorzattal szoktuk kifejezni, hogy a sűrűségnek, a hőmérsékletnek és az energiaösszetartási idő szorzatának egy bizonyos számnál nagyobbnak kell lennie. Ezt Lawson kritériumnak hívják, most nem öntöttem itt ilyen numerikus formában, mert ez kicsit függ attól, hogy hogyan érünk föl, de a koncepció ez, tehát hogy feladhatunk valamit a sűrűségbe vagy a hőmérsékletbe, hogy az energiaösszetartási időn vissza tudjuk hozni, és így tovább, és így tovább. A jelenlegi technológiában nem is a sűrűség és a hőmérséklet elérése a trükkös, hanem az energia összetartási idője, hogy kellő módon le tudjuk szigetelni a plazmát a környezettől. A két módszer, ami adja magát a plazma összetartására, az egyik az úgynevezett inerciális vagy tehetetlenségű összetartás, a másik a mágneses plazma összetartás. Úgyhogy kezdem azzal, nem, még nem kezdem azzal, elnézést.
Jó, semmi van. Előbb még egy kis koncepció. Tehát, mint mondtam, a deutérium-tritium reakcióban az energia megosztik az alfa részecske és a neutron között 1:4 arányban. Ez nekünk tulajdonképpen jó, mint amikor korábban utaltam, és akkor most kicsit jobban kifejtem. Az alfa részecske viszi el az energiának az 1/5 részét. De a keletkező alfa részecske töltött, tehát nem egy hélium atom keletkezik, hanem egy töltéssel rendelkező alfa részecske. És hogyha a deutérium-tritium plazmát, mint olyan össze tudjuk tartani, ami töltött részecskéből áll, akkor jó eséllyel ezt az alfa részecskét is össze tudjuk tartani, legalább annyi ideig, amíg ő ezt a 3,5 megaelektronvoltos energiáját át tudja adni a közegüknek. Ez termikus közegben egyszerű elképzelni, tehát hogyha van egy plazmák, amit összefogunk, akkor egész egyszerűen a hélium atom magnak, vagy az alfa részecskének addig nem szabad elhagyni a plazmát, amíg az energiája túl nagy, amíg nem termalizálódott le, nem érje el az átlag hőmérsékletet a közegnek, akkor tudta átadni az energiáját. És hogyha ezt sikerül megfelelő hatásfokkal megoldanunk, kellően nagy a berendezés, kellően jó az alfa részecskéknek az összetartása, akkor a fúziós plazma önfenntartó lehet, ezt hívják alfa fűtésnek. És ez az alfa fűtés az, amelyik lehetőséget ad arra, hogy ez a Q-faktor, amit korábban emlegettem, akár végtelen is legyen, úgymond, hogyha meg tudjuk oldani, hogy a plazma föntartásához szükséges fűtés tisztán az alfa részecskékből jön, és nincsen szükség külső fűtésre. Van egy klasszikus ábra, amit be kell mutatnom, mert mindenki be szoktam mutatni, úgyhogy el kell magyarázni, hogy ez mit jelent. Mégpedig az, hogy a hővesztességek a hőmérséklet növekedésével azok monoton nőnek, még a fúziós hatás keretmetszetben van egy maximum, ami után maga a fúzióban megtermelt energiának a mennyisége az csökkenni fog, és ezért van egy stabil pont, emiatt a klasszikus értelemben vett megszaladás egy ilyen erőműben nem jöhet létre, mert egyrészt a hatás keresztmetszet idő után eléri a maximumát, és a másik, amire Csaba nagyon helyesen fölhívta a figyelmet, hogy hozzá kell tenni, hogy a másik, ami nagyon fontos, hogy véges mennyiségű üzemanyag van ebben a reaktortérben benne. Tehát, mint mondtam, csak néhány milligram üzemanyag, ennek a úgymond reaktivitását korlátozza ez a görbe, és utána a véges mennyiség, tehát azt a mennyiségű energiát, ami felszabadítható a reakcióban, vagy adott esetben egy baleseti szituációban szándékolatlanul felszabadulásra kerülhet, az elméleti maximumot mindig azt határozza meg, hogy mennyi energia van a reaktor térben található üzemanyag magok kötésenergia formájában, és hogyha ez véges, akkor ez a mennyiségű energia az, ami végesen felszabadítható. Egyébként baleseti szenáriókban, magában, a plazmában, mint potenciális fúziósan felszabadulható energia, az kisebb vagy összemérhető más energiaskálákkal, tehát a plazmában tárolt hőenergiával, hát most még nem mondtam, de a mágneses fúzióban, például a mágnesekben tárolt mágneses energiával, a hűtőrendszerben lévő energiával, és így tovább. Tehát az igazság, hogy ezek miatt jobban kell fájni a fejünk, mint a fúziós reakcióból véletlenül felszabadulható energia miatt, és egyébként sem annyira egyszerű megoldani, hogy ez a fúzió létrejöjjön, tehát hogyha valami gondol, ez általában magától leáll. A neutron semleges, ezért ez tipikusan nem tudjuk összetartani a plazmával együtt, az alfa részecskékkel együtt, de semmi gond, mert a neutronokra szükségünk van ahhoz, hogy tríciumot termeljen nekünk, ilyen nélkül nem lesz önfenntartó az erőmű. Hűtőközeget fűthet, vagy hát fűtenie kell neki, mert itt tudjuk kivonni az energiát, az energia 80%-a az, amit ilyen módon ki tudunk vonni, és energiatermelésre tudunk használni, hogy utána, hogyha már van egy hűtőközegünk, amit fölmelegítettünk, abból hogyan csinálunk energiát, hát erről az energetikai gépészek tudománya szól, hogy ezt most turbinával fogjuk megoldani, vagy valamilyen más módszerrel fogjuk megoldani. Ezt már megbeszéljük, akkor oda jutunk, de a jelenlegi elképzelés, hogy egy egyszerű ilyen hűtőközeges, hőcserélős, turbinás megoldással ez működhet. És a neutronnal még probléma, hogy a neutronnak megvan ez a kellemetlen tulajdonsága, hogy aktiválják a körülöttük lévő anyagokat. Ezért nagyon gondos anyagválasztás kell. Egyrészt azért, hogy az anyag maga kibírja ezt az óriási neutron terhelést, ami éri egy ilyen fúziós berendezésben, azért is, mert mekkora mennyiségű neutron keletkezik, és azért is, hogy milyen energiájú neutronok keletkeznek. És arra is figyelnünk kell, hogy az aktiválódás során keletkező radioaktív hulladék mennyisége és minősége kezelhető színben legyen. Na most, mint mondtam, hogyha nukleáris reakciókról, vagy hát egy nukleáris ellenműködő erőről van szükség, akkor radioaktivitás valamint a plazmafizikusok, a mostanában a nukleáris energetika ellen ágáló mindenféle mozgalmak miatt szeretnek a nem rivalda fénybe helyezni.
fogalmazok úgy, de ez egy szakmai előadás, és nem politikusoknak szól, úgyhogy el kell mondanom, hogy hát igen, vannak radioaktív anyagok ebben a rendszerben. Az egyik a trícium, ami egy tipikus veszélyforrás, a trícium egy hidrogénizotóp, és emiatt illékony, pont ugyanúgy, mint ahogy a hidrogén is illékony, a trícium is illékony, és megvan az a kellemetlen tulajdonsága, hogy szeret vízzé alakulni, és aztán, mint víz, nagyon könnyen be tud kerülni a biológiai körforgásba, emberbe, állatokba, növényekbe. Mondjuk a felezési ideje nem annyira rettenetes, viszonylag rövid, ezért egy trícium kibocsátás esetén egy területnek egy hosszú távú nagymértékű elszennyeződésére két okból nem kell számítani. Egyrészt, mert a trícium relatíve gyorsan bomlik, a másik, hogy nagyon illékony, és ezért könnyen szét tud terjedni, és emiatt az aktivitás koncentráció az hamar csökken. Voltak ilyen kontrollált trícium kieresztéses kísérletek, ahol egészen biztató. De fontosabb az, hogy magában a plazmában, amit mondtam, csak néhány vagy néhány 10 mg trícium található. Az egész üzemben terv szerint néhány kilogramm trícium van összesen, hogy a tenyésztés, a leválasztás, processzálás, tárolás, és így tovább, és így tovább. Próbálják ezeket a részegységeket úgy megtervezni, hogy egy-egy részegységben egyszerűen ne legyen nagyon sok trícium, lehetőleg fél kilónál kevesebb. És akkor, hogyha az a részegység megsérül, és az összes trícium kiszabadul, akkor sem kerül olyan aktivitás a környezetbe, ami mondjuk egy környezet, a környező települések kiürítését vagy hasonlót el kellene rendelni. Nukleáris szempontból sokkal érdekesebb, sokkal fontosabb a keletkező neutronokkal és az általuk létrehozott aktivációval foglalkozni. Most nem akarok ennek belemenni az anyagtechnológiai részébe, mert ahhoz nem értek annyira jól, de az a mondás, hogy megfelelő anyagválasztás esetén meg lehet oldani, hogy olyan szerkezeti elemekkel vegyük körül a plazmának azt a részét, ami a leginkább ki van téve a neutronoknak sugárzásának, hogy 100 vagy néhány száz éves hűtés után kezelhető szintre csökkenjen ezeknek az alkatrészeknek, vagy ezeknek az anyagoknak a radioaktivitása, ami például az újrafelhasználás lehetőségét is magában vonja. De például egy atomerőművi elhasznált üzemanyaghoz képest nagy előnyben nincsen halfogondó izotópok, például akkor egy radiotoxikus mindenképpen kisebb. De erre figyelni kell, nagy tisztaságú anyagokat kell alkalmazni, mert nagyon sokszor maga az aktivitás nem is a főszerkezeti elemekből, hanem a szennyező elemek aktivációjából ered. Tehát mondjuk, hogyha egy a millióhoz nikkel van az acélban, az már nagyon csúnya dolgokat tud csinálni radiotoxicitás szempontjából, tehát erre figyelni kell, amikor a szerkezeti elemekkel dolgozik az ember, nem csak a közvetlenül a plazma mellett lévő első fallal és így tovább, hanem egyéb szerkezeti elemekkel is. De mindenesetre azt szeretném mondani, hogy a jelenlegi tudásunk szerint egy fúziós erőműben a radioaktivitás azért kezelhető, amennyire mi most gondoljuk, aztán megérhetnek meglepetésekre, még nem fogok. Tehát mondtam, hogy összetartani többféleképpen lehet a plazmát, és az egyik, amiről kevesebbet fogok beszélni, az a tehetetlenségi összetartás, vagy inerciális fúzió. Ami, hát ha úgy tetszik, a nap is tehetetlenségi összetartás, vagy inkább gravitációs összetartásnak szokták mondani. Az egésznek a lényeg az, hogy van egy üzemanyag labdánk, gömbünk, amit nagy sebességgel összenyomunk, és közben fűtünk. És ezzel érjük el, hogy ugyanaz összetartási idő, mint olyan nem túl nagy, viszont a nagy sűrűség és a nagy hőmérséklet miatt mégis létre tud jönni a fúzió, és létrejöhet valamilyen mennyiségű alfafűtés, és létrejöhet szignifikáns mennyiségű energiafelszabadulás, mielőtt még maga az egész anyag ugye a saját hőmérséklet és egyebek miatt szétrobbanna. Tehát nem szeretem ezt használni, de nagyon jó analógia ez a hidrogén bombára, hogy ez is nagyjából hasonló elben működik. Ez egy mini hidrogén bomba. Tulajdonképpen egy mini, igen. Nem akarom bántani a kollégákat, azért nem szeretem hidrogénbombának hívni, de tulajdonképpen erről van szó. Igen, egy nagyon jó kontrollált, nagyon pici hidrogénbombáról. Azt szokták mondani, hogy nagyjából az a terv, hogy a 100 megajoule-t szabadítsunk föl egy-egy üzemanyag kapszulánként, és tipikus meghajtás, erre is van sokféle koncepció, tipikus meghajtás az, hogy rengeteg sok lézer, tehát itt van például ez a NIF-nek a nemzeti ilyen, nem is tudom, hogy kéne ezt szépen lefordítani, tehát a NIF, a National Ignition Facility Amerikában van egy nagy inerciális fúziós kísérlet, és a gigantikus méretű lézerekből rettenetesen sokat, nagyon precízen időzítve egyszerre lőnek rá az üzemanyagra, és ezáltal vagy közvetlenül, vagy pedig van indirekt hajtás is, amikor tulajdonképpen egy sugárzó köpenybe helyezik az üzemanyagot, a lézerekkel magát a sugárzó köpenyt lőjük meg, vagy világítjuk meg, és utána a köpenyből felszabaduló röntgen sugarak azok, amik összenyomják és melegítik a kapszulát, és így érhető el. A legkritikusabb kérdés,
Tehát technológiailag meg lehet oldani nagyon sok mindent, a lézereket, az időzítést, tudom, hogy ilyen science fictionnek hangzik, de a fő probléma nem ez. A két fő probléma legalábbis szerintem az, hogy milyen gyakran tudjuk ezt megoldani, mert az abból nem lehet nyilván erőművet csinálni, hogyha pár havonta 100 megajoult felszabadítunk, és akkor ennyi volt, tehát mondjuk másodpercenként 10 ilyen robbantással már lehet erőművet üzemeltetni. A másik kérdés az ár. És jelenleg, mivel nem tömegtermelésben megy, ez azt szokták mondani, hogy egy-egy ilyen NIF kísérletező nagyjából $1 millió kerül, nagyságrendileg. De vannak olyan amerikai beszállítók, akik azt mondják, hogy ebből tömegtermelés, és akkor fogják tudni hozni azt a néhány centes árat pelletenként, ami ahhoz kellene, hogy ez működhessen. Meglátjuk. Én nem kívánok róla véleményt mondani, ez azért mondanak, meglátjuk. Én mondom, a másik koncepció arra épít, hogy a plazma részecskéi elektromosan töltöttek, és ezáltal például mágneses terekkel meg lehet kísérelni az összetartást, és ugye mindenki nagyon jól tudja, hogy a mágneses erővonalak mentén spirálpályán szoktak mozogni a töltött részecskék, szokták írni Larmor pályán, hogy valaki ezt csinálja, az mindig plazmafizikus. De ez még önmagában nem jó, mert hogyha van egy lineáris berendezésünk, egy egyenes berendezésünk, akkor a mágneses erővonalak előbb-utóbb valamiféle anyagi felületet fognak metszeni. Ugye a mágneses erővonalak ugyan önmagukba záródnak, de ha valamiféle anyagi felületet metszenek, akkor a boldogan spirálozó részecskék előbb-utóbb ki fognak kenődni erre az anyagi felületre, és ott elvesznek, vagy pedig ezt a felületet roncsolják, úgyhogy ez nem oké. Adja magát, hogy próbáljuk meg ezeket a mágneses erővonalakat úgy önmagukba zárni, hogy lehetőleg annyi felületet nem metszenek, és az egyetlen lehetséges geometria, az a topológia, bocsánat, az egyetlen lehetséges topológia, az a tórusz, ezt egyébként nagyon szépen be lehet bizonyítani matematikailag is. De még ez önmagában nem elég, mert egy sima tórusz alakú mágneses térben a részecskék letérnek az erővonalakról, és előbb-utóbb lesodródnak, és ezáltal a plazma összetartás nem kielégítő. Ezért még szükség van arra, hogy ezt a tórusz alakú teret még helikálisan megcsavarjuk, és emiatt egy olyan teret fogunk kapni, ami nagyon hasonlít a koszorúra. Most így körülnéztem, rájöttem, hogy elfelejtettem lehozni a kedvenc koszorúmat. Tehát képzeljük egy koszorút, és nagyjából olyan módon, nem pont azzal a csavarási számmal, de úgy van megtekerve a mágneses tér egy ilyen toroidális berendezésben. Erre két kézenfekvő megoldás van. Az egyik, amire jelenleg elterjedtebb, az úgynevezett tokamak berendezés, ahol a plazmában áramot hajtunk, ennek az áramnak van egy mágneses tere. Ez a mágneses tér hozzáadódik a toroidális mágneses térhez, és adott nekünk egy helikális teret. És van egy másik megoldás, ahol eleve a külső tekercsekkel, vagy a tekercsek geometriájával, itt egy nagyon egyszerű megoldást mutatott itt ezen a piktogramon, ez az úgynevezett stellarátor. Történelmileg a stellarátorok voltak előbb, mint a tokamakok, de az energiaösszetartás, könnyebb jó energiaösszetartást elérni egy tokamakban a szimmetriája miatt, ezt megint gyönyörűen be lehet bizonyítani matematikailag, de ezt most. Tehát mondtam, a tokamakokban plazmaáram szükséges a mágneses konfigurációhoz, aminek van előnye, például a plazmaárammal valamilyen mennyiségű fűtést is be tudunk vinni a rendszerbe, viszont vannak hátrányai is, és plazmákban az áram, mint olyan instabilitások forrása lehet. Tehát ilyen szempontból több forrása lehet instabilitásnak egy tokamakban, mint egy stellarátorban. Viszont a geometria egyszerű, ennek aztán vannak előnyei, mint műszaki, mint fizikai szempontokból, mint mondtam a... Megvan, köszönöm. Nagyjából igen. Egyszerűbb megtervezni egy ilyen berendezést, egyszerűbb megépíteni egy ilyen berendezést, és egyszerűbb benne jó energiaösszetartást elérni, mert egy toroidálisan szimmetrikus berendezésben az erővonalak mágneses felületekbe fognak záródni, és ez jó szigetelést okoz. Tehát mondtam, a tokamakok emiatt a kedvező tulajdonságaik miatt kaptak egy nagy löketet annak idején, és előrébb állnak, mint a stellarátorok, viszont egy kicsit problémásabbak bizonyos szempontokban. A stellarátor nagyon jó olyan szempontból, hogy nem kell, hogy legyen benne plazmáram, lehet, de nem kell magához, az összetartáshoz és az egyensúlyhoz. Emiatt aztán alapvetően önálló működésre képesek, hiszen egy tokamakban valamilyen transformátor elven indukáljuk az áramot, és hát ugye transformátor elven ez nem lehet folyamatosan ugyanabban az irányba áramot indukálni, úgyhogy ez szükségszerűen impulzus üzemben működik, még a stellarátor állandó üzemben tud működni. Az áram, amit fizetnünk kell, az a bonyolult geometria, ami mind a tervezést, mind az építést nagyon megnehezíti, és fizikai szempontokból a magának a részecske és energia áramlásnak az optimalizálása, a megfelelő szigetelés elérése nehezebb. Jobban kell érte küzdeni, mint egy tokamaknál. De hogyha jó a tervezés és jó a kivitelezés, ez működhet, és erre majd mondtok egy példát, de minden esetre technológiailag még hátrébb tart, mint a tokamakok. De mondtam, a tokamakokat nagyon az 50-es, 60-as években találták ki, aztán talán egy szaharabb nehéz fűződik, és egy nagyon jó pofa a toroidális kamramágneses terekkel orosz
nevéből van összevonva tulajdonképpen egy betűszó. És annak idején ilyen kicsi, úgymond asztalt helyezhető fotomakokkal kezdték, és aztán egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb berendezések épültek. Tehát a jelenlegi nagyobb az Oxford mellett üzemelő Jet tokamak, aminek itt van egy belső ábrája, egy méretarány technikussal együtt. És mondtam még egyszer, tehát, hogy van egy központi transformátorunk, amivel áramot tudunk indukálni impulzus üzemmódban, ennek az áramnak a mágnes és tere adódik hozzá, aztán a külső tekercsekre létrehozott toroidális térhez, ez ugye nekünk a helikális teret, amiben a plazma kellően összetartható. Mutatok egy másik képet, ez egy ilyen nagyon, nagyon kellemes montázs, egy üzemelő és nem üzemelő állapotáról a jetokamaknak. A jetet azért szereti mindenki emlegetni, mert egyrészt ez a legnagyobb, másrészt ez egyik azon nagyon kevés reaktoroknak, ahol valaha deutérium tritium reakció demonstrációs céllal létrehoztak. A ma üzemelő berendezésekben deutérium plazmákat szoktunk használni leggyakrabban, egész egyszerűen azért, mert ez még tudományos kutatás, nem az energia termés a cél, hanem a plazma fizika és a technológia jobb megértése, ezért fölöslegesen nem kívánunk a tritium okozta problémákba, illetve az aktiválódás okozta problémákba belebonyolódni. Ez az indoka annak. A jet rekordja 16 megawatt volt rövid ideig. Reméljük, hogy ennél jobban tudom, majdnem sokára. Ha már itt ezt a képet mutatod, mutasd már meg, hogy hol a plazma? Hát ez egy nagyon jó fakérdés, mert a plazma valahol itt van, de nem látjuk, mert a plazma sugárzásának legnagyobb részét a röntgen tartományban adja le, és egyszerűen a magas hőmérséklete miatt. A sugárzás nagy része, hogyha tiszta plazmáról van szó, nem is feltétlenül, ugye nem tud vonalas sugárzás formájában lejönni, mert hát eleve ionizált az anyag, tehát csak a szennyezők tudnak vonalas sugárzást leadni nagy mennyiségben. A fékezési sugárzásból ered az energiaveszteségnek a legnagyobb hányada, ami a röntgen tartományban, a lágy röntgen tartományban jön le. És ezért a látható fényel világító része a plazmának az csak a hideg széle. Ott hűl le annyira, hogy már látható tartományban sugározzon. Köszönöm, ez jó a kérdést. Mint mondtam, a tokamakok elterjedés után a stellarátorok egy kicsit népszerűtlenebbek lettek. Nem könnyű jó stellarátort tervezni és építeni, de a kutatás nem állt le, tehát van egy-két elhivatott csapat a bolygón, akik nem adták föl a stellarátorok előnyei miatt, és én mélyen hiszek benne, hogy a stellarátorok valamikor a tokamakok komoly vetétársai lehetnek. Tehát sikerült demonstrálni, hogy meg tudunk tervezni és meg tudunk építeni egy ilyet. Az a probléma, hogy a fizikusok megtervezhetik, hogy szeretnénk egy olyan plazmát, aminek pontosan olyan a geometriája, amilyen, és utána megpróbálunk ehhez olyan tekercseket tervezni, amiket legyártani és összeszerelni is lehet, ez nem annyira egyszerű, ezt megjegyezném, mert nagyon sokszor az optimalizációs algoritmusok olyan tekercseket adnak nekünk, amiket fizikailag nem lehet összerakni, és ezzel dolgozni kell. Viszont ez egy mérnöki rémálom, ugyanis ennek a néhány száz tonnás monstrum alkatrészeinek 10 mm-es precizitással kell három dimenzióban ott lenniük, ahol akkor, amikor az egész berendezést 4 Kelvinre hűtjük szupravezető hőmérsékletre, mert ugye a trükk, ezt lehet, hogy elfelejtettem korábban mondani, az az egész mágneses összetartás csak akkor működik, hogyha a tekercsek szupravezető tekercsek, mert akkor nem kell folyamatosan energiát belefektetnünk a mágneses tér föntartásába. Tehát úgy kell megtervezni a berendezést, hogy amikor lehűtjük az egészet 4 Kelvinre és összezsugorodik fél métert, akkor legyen olyan a geometria, 10 mm-es pontossággal, mint ahogy azt megálmodtuk. Jelen pillanatban tart Németországban a Wendelstein Stellarator, ez északi Greifswaldban beüzemelése, a lehűtés már megtörtént, tehát levitték már 4 Kelvinre a masinát, ez tökéletes, most történik a tekercseknek a tesztje, és hogyha minden igaz, az első plazmát össze fogjuk látni, úgyhogy érdemes figyelni a híreket, mert ez az az igazság pillanata. Pontosabban nem ez, hanem pár év múlva, amikor meglátjuk, hogy a gyors részecske összetartás hogy működik, mert a plazmát összetartani egy dolog, de a gyors részecskéket, amik aztán majd fúziót fognak létrehozni, az igazi nagy trükk akkor van. Léteznek kompakt tokamak koncepciók is, amelyiknek az egyik legnagyobb előnye, hogy hát jóval kisebbek, tehát kisebb a berendezés méret, kisebb tekercsek, ezáltal az egész olcsóbb. Vannak mindenféle egyéb előnyei. Nem vagyok az úgynevezett szférikus tokamoknak a nagy szakértője, úgyhogy erről nem szeretnék nagyon sokat mesélni. Két ilyen elit képviselője van ennek a koncepciónak, az egyik a MAST tokamak, szinte Oxford, mert a JET mellett található, a másik pedig az NSPX Princetonban, ami a Princeton Egyetemen található. És csak egy Dunai Dani barátomtól kaptam egy ilyen nagyon jó pofa videót, tehát ez igen, 18.000 képkocka per másodperces sebességet, tehát ez nem valós idejű felvétel. Láthatjuk, hogy a plazma örvénylik, áramlik, és így időnként ilyen furcsa mini napkitörések történnek benne, ez talán a legjobb analógiája egy ilyen plazma szélére lokalizált instabilitásnak, amit pont úgy hívnak, hogy plazma szélére lokalizált instabilitás, hogy edge localized mód angolul, vagy elmnek meg szoktuk mondani. Azért, mert ezt most nem akarom, hogy rosszul jöjjön ki, de tulajdonképpen
ez egyik azon kevés dolgoknak, amiben mindenki egyetért, hogy igaz rájuk, hogy a plazma széle jelenik meg, ebben mindenki egyetért, és ezáltal erről neveztük el, jelenleg is folyik annak a megértés, hogy ezek az elmek tulajdonképpen mit csinálnak és hogy keletkeznek, de kontrollálni kell őket, mert ezek a úgymond mini napkitörések komoly károkat tudnak tenni a berendezések falában. Most technológiai szempontból nem állunk nagyon rosszul, mert hát egyrészt vágunk el, mert a plazma hiába nagy hőmérséklet, nagyon kicsi sűrűség, ezért a nyomás az a légkörnyomásnak olyan 10.000-100.000 része körül szokott lenni. Annak függvényében most éppen melyik koraberendezés, éppen melyik berendezés, stb. És ennél jóval nagyobb vákumot, előállító vákumrendszerre van szükség, de ez megoldható. A mágneses tér szempontjából a legtöbb magüzemelő berendezés résztekercseket használ, például a Jet is, azért a Jetnek mindenki kapaszkodjon, meg 800 megawattos energiaigénye van a tekercsek üzemeltetéséhez. Nem véletlenül nem szoktunk nagyon hosszú plazma kisüléseket csinálni, valakinek állni kell a villanyszámlát is. Viszont későbbiekben szupravezető berendezésekben gondolkozunk, mert nyilván csak így működik az egész, akkor tudjuk biztosítani, hogy több energiát termeljünk, mint amit a berendezés megeszik, és itt mondtam ezt a Q-faktort, tehát a Q-faktorban ez az energia nincs benne. Ezért óvatosan kell belebánni. De már most is léteznek szupravezető berendezések, van Európában és Franciaországban a Torre Super, K-Star, Koreában, ott van az East Topamak, Hefejben, Kínában, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy létező technológia, meg lehet építeni ezeket a berendezéseket, és a szupravezető, akkor alacsony az üzemeltetés ezen aspektusának alacsony az energiaigénye. Az anyagutánpótlásra a két kézenfekvő megoldás az, hogy gázt eresztünk be, most az a probléma, hogy ez nem elég hatékony, a gáz nem hatol be a plazmába, mert ugye alacsony nyomású gázt eresztünk be, de a plazmának a hőmérséklet miatt van egy nyomás, ami nagyobb, mint az a gázberesztés, ezért a gáz nem tud jól behatolni a plazmába. A másik megoldás, hogy fogyasztott ilyen hidrogén izotóp golyókat, úgymond pelleteket, picikek golyókisokat lövünk bele viszonylag nagy sebességgel és nagy frekvenciával a plazmán, és ez az anyagutánpótlás megoldható, tehát úgy gondoljuk, hogy ez működő képes lehet. Most a fúziós kutatások egyik legérdekesebb kérdése az a plazmafal kapcsolat, és egyrészt a plazma szélére kijutó részecskék erodálják a falat, és ez szennyezi a plazmát, ami viszont a sugárzási veszteségeken keresztül rontja az energia összetartást. És ezért azt találták ki, pont abban az intézetben, ahol jelenleg fizikailag tartózkodom, hogy a plazmát nem ilyen szép kör keresztmetszetűre csináljuk, hanem egy kicsit meghúzzuk a széleit, úgymond, speciálisan elhelyezett tekercsekkel, és létrehozunk olyan zónákat, ahol a plazma ki tud áramolni, az úgynevezett hiperkorba. Most ez koncepcionálisan jó, a plazma összetartás jó lesz és kevesebb szennyező lesz. A probléma az, hogy a hiperkor mérete ugye felülettel nő, tehát felülettel arányos, vagy ha úgy veszük, akkor lineárisan nő a berendezés méretében, viszonylag kicsi szélességében az a felület, ahol a plazma érintkezik a divertorral, a felszabadított energia viszont a térfogattal nő. És ezért aztán igen komoly, tehát több mint 10 megawatt per négyzetméteres hűterhelés a divertorban, és ezt lehűteni, ezt nem könnyű, tehát ennek a megoldása a fúziós technológiának az egyik kritikus, nagyon kritikus kérdése, és itt miközben beszélek egy Jet tokamokból, tehát abból a tokamokból egy videó látható, ahol a plazma indításának pillanatában még a fal limitálja a plazmát, még nem kapcsolják be a divertort, tehát itt látszik, hogy ahol a fallal érintkezik, a plazma ott világít, és utána, amikor bekapcsolják a divertort, akkor a hőterhelés nagy része a divertorban jelenik meg, ezek a villogások pedig a szélre lokalizált módosok, mint mondtam korábban. Na most, a plazmát föl kell fűtenünk még mielőtt az alfa fűtést be tudna kapcsolni, és erre egyrészt a tokamakokban, ahol van plazmaáram, a plazmaáram ad nekünk lehetőséget, de ez az ohmikus fűtés ez kevés ahhoz, hogy a fúziós szükséges hőmérsékleteket elérjük fel, egész egyszerűen azért, mert minél megállt a plazma, annál jobb a vezetőképesség, és annál kevésbé lesz hatékony ez a fűtés. Viszont a nem induktív áramhajtás, mint mondtam, a plazma stabilitása és egyensúlyához is fontos, és ezt meg lehet oldani mikrohullámú áramhajtással, illetve a plazmát is, hogy mondjam, lehet olyan állapotba hozni, ahol a plazmában inherensen folyó áramok járulnak hozzá a plazma stabilitásához. Tehát a koncepció az, hogy elő tudjunk állni olyan tokamak üzemelésre, ahol nem szükséges külső transformátor tekercsel megoldott áramhajtás. A fűtések mellett az ohmikus fűtésnél van még egy nagyon fontos, az úgynevezett semleges nyaláb fűtés, amit azért hívnak semleges nyalábnak, mert tulajdonképpen ionokat gyorsítunk egy gyorsító feszültséggel, de utána ezeket semlegesíteni kell, ezeket a nagy energiájú ionokat, mert az ionok a mágneses tér miatt nem tudnának behatolni a plazma közepébe, a semlegesített részecskék viszont igen, és ezek tudják bevinni az energiát, illetve mind az ionoknak, mind az elektronokat lehet fűteni, vagy gerjeszteni a ciklotron frekvenciájukon, és ez különböző mikrohullámú rádiófrekvenciás fűtéseket érhet el.
Egy-egy ilyen fűtőbox vagy fűtőberendezésnek a teljesítmény az a fél és a 10 megawatt között mozog, annak függvényében, hogy most milyen elven működik, mekkora, stb. De nagyjából 40 megawattnál több nincs, és nem is lesz egy berendezésen. Ezzel kell megoldani, hogy eljussunk oda, hogy az alfa fűtés az át tudja venni a vezető szerepet a plazma fűtésében. Amit mindenképpen meg kell jegyezni, hogy komoly kihívás ilyen radioaktív környezetben dolgozni, és ugyan a jelenlegi tokamakok nagy része deutérium plazmával dolgozik, tehát leállítás után várni kell egy kicsit, és utána be lehet menni védőöltözetben és limitált időre, de lehet dolgozni bent egy tokamakban. Ez egy olyan berendezésben, ami esetleg trícium által szennyezett vagy aktivált a neutronok miatt, mint például a JET, ott már csak távirányítással lehet dolgozni. Szokták mondani, hogy robotokkal, de ez nem igaz, ezek nem robotok, ezeket emberek irányítják egy irányító fülkéből. Nagyon-nagyon precíziós, tehát például a JET tokamakon a világ egyik legjobb ilyen távvezérlő csapata és távvezérlő gépparkja található, amivel nagyon-nagyon sok mindent meg lehet oldani. Tehát például pár évvel ezelőtt a berendezés teljes belső falát lecserélték ilyen grafit alapú téglákról, fém burkolatú, tehát wolfram és berilium burkolatú téglákra. Ez eltartott egy darabig a robot miatt nyilván, de ez még mindig sokkal jobb az alara elv szempontjából, mint embereket beküldeni ilyen mókus ruhában. Nagyon érdekes, és jelenleg a plazmafizikának nagyon sok energiáját leköti a plazma diagnosztizálása, hogy egyáltalán értsük, hogy mi történik a plazmában, hogy tudjuk mérni, hogy mi van a plazmában. Ugye eleinte nagyon-nagyon kevés lehetőség volt arra, hogy megértsük, hogy mi történik bent, limitáltak voltak a mérések, amiket csinálni lehetett, mert nem triviális egy ilyen 100 millió fokos plazma belsejéből információkat kihozni egy olyan környezetből, ami ipari szempontból zajos. Tehát van sugárzás, vannak elektromágneses zajok, nagyon magas a mágneses tér, magas a hőmérséklet, magas a hőmérséklet gradiensek, adott esetben nagyon magas gamma terhelés van, tehát ez mind-mind probléma. Ezt mondjuk meg lehet próbálni egy falat építeni, de mondjuk egy precíziós műszert, ami mindezt kibírja, az már nem annyira egyszerű. Tehát ezért a plazmadiagnosztika valamilyen szempontból egy külön tudomány. És mégis a fizika egész eszköztárát megpróbáljuk felhasználni, tehát egyrészt mérjük a sugárzást, amit a plazma maga kibocsát, például a röntgen sugárzást. Megpróbálhatunk elektromágneses hullámokat keresztül küldeni a plazmán, és megnézhetjük, hogy az hogyan térül el, hogyan szóródik, hogyan változik meg a polarizációs szöge, és így tovább próbálhatunk részecskéket keresztül küldeni a plazmán, és utána azoknak az eltérüléséből, vagy az esetleg az általuk kibocsátott fényből következtetéseket levonni, begyűjthetjük a részecskéket, amiket a plazma bocsájt ki, körbe, minden berendezés körbe van rakva mágneses tekercsekkel, amik a mágneses térnek a fluktuációját vizsgálják, vagy mindenféle tekercsekkel. A legfontosabb tulajdonságait a plazmának, tehát a sűrűséget, a hőmérséket és az energiaszivárgási időt csak tekercsekkel meg lehet mérni. Eleve ezért van az, hogy már annak idején is tudtak ilyeneket mérni, tehát ami a legfontosabb összefüggés, ez a Lawson kritériumhoz kell, az tekercsekkel is meg lehet mérni, nem végtelen nagy precizitással, de meg lehet oldani. Egy ilyen berendezés, ezt most direkt nem olvasható méretűek ezek, mert most nem fogunk rajta végig, mert most ez a JET-nek a diagnosztikai berendezései, csak így minden egyes ilyen nem elolvasható box, az egy-egy különböző fajta diagnosztikát jelent. És egy-egy ilyen diagnosztikának akár több száz látóvonala is lehet, és így tovább. Tehát akár 100 diagnosztika is üzemelhet egy ilyen berendezésen, de a kutatás fejlesztésnek köszönhetően a mai berendezésekben a legtöbb fontos paraméter, tehát elektronos ion sűrűség, hőmérséklet, az áramsűrűség, az ion összetétel, az elektromos tér, a mágneses térnek a poloidális komponens, stb. Ezt mind megfelelő idő és térfelbontással lehet mérni. Tehát ilyen szempontból nagyon sokat haladtunk, eléggé jól értjük most már, hogy mi történik a plazma belsejében, sokkal jobban, mint 50 évvel ezelőtt, amikor az emberek olyan felelőtlen kijelentéseket tettek, hogy 50 év múlva lesz fúziós erőművünk, és most mi meg ezt hallgathatjuk. De az igazság, hogy a technológiai alapok egy elég jó része adott ahhoz, hogy megpróbáljunk tovább lépni, és ugye vannak mind dolgok, amiket nem értünk tökéletesen, tehát nem értjük eléggé jól a plazma turbulenciát és az ehhez kapcsolódó transportot, a gyors részecskék és hullámok lehetséges kölcsönhatását, mindenféle plazma instabilitásokat, most nem akarom a problémákat sorolni, mert szóval nem akarok egy negatív üzenettel elmenni innen, de itt van egy nagyon jó pofa ábra, ami szerintem tényleg, hogy a Moore törvényt mindenki ismeri, ugye 18 havonta megduplázódik a tranzisztorok száma a mikroprocesszorokban. Na most az elmúlt 50 évben, ez csak 2005-ig tart, de azt mondtam, az elmúlt 50 évben az energia összetartási idő az jobban skálázódott a tokamakokban, mint a Moore törvény. És ugye azt mondjuk, hogy mondjuk a mikroprocesszor technológia mennyit fejlődött, ezen a skálán nézve mi jobban fejlődtünk. Ez még nem jelenti azt, hogy ugye van ez a vicc, hogy kérdezik a Lajka kutyát, hogy Lajka milyen az élet? Hát nagyon rossz, mert rövid a lánc, és
hát nem érem el a tálat. Hát igen, ez rettenet, és akkor megpróbálnak valamit tenni, beszélnek a főtitkárral, stb. Visszajönnek egy hónap múlva, kérdezik a Lajkát, hogy na Lajka, milyen ez? Ó, hát most már nagyon jó, most már sokkal hosszabb a láncom. Hát ez szuper, nem, mert a tálat még mindig nem érem el. Szóval nekünk is az van, hogy haladunk, de még a célt azt még nem értük el, de én hiszek benne, hogy el fogjuk érni. Tehát én hiszek benne. Ez minden... a szaggatott vonal micsoda? Melyik szaggatott vonal? Őszinte leszek, nem tudom, de elképzelhetőnek tartom az egyéb ábrákból kiindulva, hogy valahol ott lenne az energiaösszetartási idő, ami már kívánatos ahhoz, hogy egy jól üzemelő berendezés lehessen. Mert az ábrának vannak olyan verziói, ahol odarajzolják az itert, meg ilyeneket. Most ezen a verzión csak tényleges, lemért üzemelő dolgok szerepelnek, de nagyjából oda kellene eljutni. Most logaritmikus a skála, úgyhogy egy kicsit. Az a lényeg, hogy... Tehát... De azért, ha ezt így folytatjuk 2015-ig, ugye 10 évvel későbbre, akkor azért az már lényegesen túlléptük. Na most... Az a helyzet, hogy nem minden az energia összetartási idő. Tehát... Hogy mondjam ezt úgy, hogy senkit nem bántok meg vele. Tehát az a lényeg, hogy valószínűleg, hogy csak ez lenne a cél, ezt meg lehetne oldani, de nem feltétlenül csak ez a kérdés, mint mondtam. Vannak egyik kérdés, és eleve egy kritikus berendezés méretre is szükségünk van ahhoz, hogy bizonyos dolgokat meg tudjunk oldani. Azzal, ahol éppen nyitni akartam, hogy a technológiai alapok nagy része adott ahhoz, hogy azt a berendezést, ami a további lépésünkhöz szükséges, hogy közelebb kerüljön a szaggatott vonalhoz, és Csaba rendkívül jogos, de nagyon kínos kérdéséhez, mert számomra kínos kérdéséhez. Kell építenünk egy olyan berendezést, amiben az alfa fűtés meghatározó. És ez egyszerű geometriai oldalon látni, hogy ennek egy bizonyos méretűnek kell, egy pár évvel is adtunk föl feladatot, mekkorának kellene egy fúziós reaktornak, hogy az alfa fűtés ez meghatározható legyen. Tehát a javaslat erre létezik 1985 óta, és úgy hívják, hogy ITER, amit régen ez egy betűszó volt, ma már ezt hivatalosan nem mondjuk, most már csak azért ITER, mert ez latinul azt jelenti, hogy az út. Tehát most már nem nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor, mert a termonukleáris az kiveri a biztosítékot minden környezetvédőnél. Ez most már csak ITER. Tehát a javaslat létezett, részletes tervek készültek, és mindenféle politikai, pénzügyi, ilyen iszabb birkózások után és sikerült aláírni a megállapodást, és elkezdődhetett az építkezés, és szerintem jelenleg ez a világ egyik legnagyobb közös tudományos vállalkozása, ennek minden előnyével és hátrányával együtt, mert nyilván a rengeteg partner koordinálása nem triviális, és sajnos vagy nem sajnos, de a hozzájárulások nagy része természetben történik, senki ne gondoljon rosszra. Ez annyit jelent, hogy nem a pénzt dobják be egy közösbe, és utána az ITER konzorcium felkéri arra a legjobb ajánlatot tevő gyártót, hogy megcsinálja, hanem azt mondják, hogy ti hozzátok ezeket a tekercseket, ti hozzátok ezeket az elemeket, ti hozzátok ezeket a berendezéseket, és így tovább. Tehát ezek az államok ugyan beleteszik a pénzt, de nem egy másik cégnek fizetik ki, hanem tulajdonképpen a saját belső cégeiknek fizetik ki ezt a pénzt, hogy ők utána leszállítsák az alkatrészt, és ebből el lehet képzelni, hogy ha valaki valamit arrébb szeretne tenni egy centivel, akkor 16 ország különböző ügynökségével kell egyeztetni, hogy ezt így meg lehet oldani. Nekik aztán 16 másikkal kell egyenként, tehát akkor már 16x16, és akkor ez így nem egyszerű nap. Tehát erre tudom fogni sokszor, hogyha ilyen késésekről és hasonlókról van szó, vagy hát nem erre tudom fogni, ez az egyik legfontosabb oka, hogy soha nem volt még ilyen szinten sok résztvevős és ilyen módon koordinált kísérlet. Azért, mert senki nem képes kiköhögni ezt a pár milliárd eurót, ami hozzá, hogy működjön. Nem mindegy. Nem, hát az egész ITER projektnek a költségvetése, a teljes életútjára az még mindig kevesebb, mint amennyit egy évben Németország zöld energia támogatásra fordít. Tehát, hogyha így nézzük, akkor nem is olyan drága. Most a fúziós ITER-nek az a célja, hogy valamennyi villamos energiát termeljünk 2050-re. Én szoktam ezzel hülyeskedni, hogy vigyünk meg tekercset, kössünk a végére egy ilyen izzót, és akkor azt lehet mutogatni, hogy tessék, termeltünk áramot, tehát ez fizikailag lehetne, de mi ezt jobban akarjuk csinálni. Tehát az lenne a cél, hogy építsünk egy olyan berendezést, ami már villamos áramot termel. Ugye jelenleg a legnagyobb berendezés a JET, a következő, mint mondtam, az ITER, ami egy kísérleti berendezés, ami egy fizikai és technológiai teszt, amiben van alfa fűtés, és energiát fog termelni, tehát ez a Q-faktor olyan nagyjából 10-es körül kellene lenni, hogyha sikerül 500 MW fúziós teljesítményt csinálni, de elektromos áramot az ITER nem fog termelni, ez nincsen tervben. Ez nagyon fontos, hogy szeretik az emberek ezt mondani, nem, ez nincs tervben. Biztos meg lehetne oldani, de nem. Igen. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az ITER az igazából a fúziósoknak az, ami a chicagói atommágja volt a
volt a fissziósoknak bemutatni, hogy a dolog működőképes. Nem tudom, mert csak egy olyatom megjelent, lehet, hogy inkább a Jet régi 16 megawattos lövései lennének jó analógiák, mert hogy ott, na jó, az önfenntartás szempontjából. Ott nem volt nagyobb benne. Elfogadom. Na hát akkor mennyi volt Chicagói atommány, után mennyi volt Ogniszki? Megpróbáljuk tartani ezt az időskálát. Na, de Chicagói atommánya után a Hanfordi reaktorok egy év múlva már működtek. Nem látszok sem halad. Alig csak 3 óta elmentek. Szóval az ITER, mint mondtam, szuprovezeti tekercsekkel, hogy mi van típus méretű szuprovezeti tekercsekkel, itt van egy ilyen méretarány mérnök, ez a kicsi műgyörge itt, és ehhez képest elég nagy maga a tokamok, és akkor már a műgyörgetekről. Miért pont mérnök? Mert ez jobban aliterál. De a tervek szerint 500 megawatt fúziós, nem elektromos, hanem fúziós teljesítményt fog létrehozni. Domináns alfa fűtés, de nem gondoljuk azt, hogy sikerül ezt az áttörést elérni, hogy ki lehessen kapcsolni teljesen a külső fűtést. Volt az ITER-nek egy olyan terve is, ez a budget verziója, ami kisebb és olcsóbb, és emiatt ez nincs, és tritium technológiai tesztre is készülünk. És aztán az, hogy ezt a 2050-es tervet sikerüljön tartani, egy demonstrációs célú erőmű, áramtermelő, fúziós erőmű építését 2030 körül meg kell kezdeni. Most nyilván a betonozást meg ilyeneket meg lehet csinálni még akkor is, hogyha egyéb dolgokat csinálunk. Jó lenne, hogyha néhány gigawatt teljesítményt és kvázi önálló üzemet lehetne demonstrálni, ez azt jelenti, hogy tríciumból is önellátó lehetne. Nem feltétlenül kell, hogy gazdaságos legyen. Nem feltétlenül kell, hogy olyan áramárat tudjon adni egy ilyen berendezés, mint mondjuk egy szénerőmű, vagy egy atomerőmű, vagy ilyenek. Csak működjön, termeljen áramot, meg lehessen mutatni, hogy ez az egész működik. Ez a jelenlegi elképzelés. Nem, ezen nem megyek át. Kell mutatok néhány ilyen légi felvételt az ITER építkezéséről, ezen nem tudok méretarágymérnököt csinálni, mert nem elég jó a felbontása a kijelzőnek hozzá. Tehát az ITER építkezés az a világ egyik legnagyobb tereprendezése. Ilyen szempontból egy létesítménynek, a dokonok valahol itt lesz majd, de ezért nem is tudom, legalább egy kilométer hosszú ez a plató, amit itt sikerült a provenci erdőkből kihasítani. Egyébként egy nagyon humoros dolog, mert a természetvédelmi területen álló védett fákat, azokat nem kivágták és eltüzelték, hanem kivágták, és nagyon gondosan arrébb szállították, és utána hozzádrótozták másik fákhoz az erdőben, hogy a fa törzsében élő ilyen baglyok, meg rovarok, meg ilyenek ne veszítsék el a természetes életterüket, tehát hogy ez ilyen időbe telik az ilyen. És itt van egy fölülnézeti kép a magáról, a tokamok alapzatról, ami teljesen ilyen földrengés és mindenállónak kell lennie, mivel hogy nukleáris létesítmény, és ez a világ egyik legnagyobb ilyen mértékben földrengés álló létesítmény. Mert vannak ilyen kis pár pixelnyi műgyűrik, amit az emberek, de ez csak egy része az egész épületnek. Na most muszáj megmutatnom, ha bár én magam jelenleg éppen nem Magyarországon foglalkozom fúzióval, de Magyarországon ugyan nincsen jelenleg fúziós berendezés, volt, és ki tudja, lehet, hogy lesz. De azért aktív munka folyik, tehát a magyarok hozzájárulása alapvetően a diagnosztikai építésben igazán szembetűnő. Nagyon nehéz bemenni egy bármelyik fúziós berendezésbe a világon, úgyhogy ne legyen rajta valamiféle magyar diagnosztikai berendezés vagy ilyenek, és amivel aztán plazmaturbulenciát, plazmastabilitásokat, transportot és ilyeneket tudnak mérni, és a magyarok elég komoly ITER partner, és itt a Sanyitól kaptam néhány ábrát, ahogy a GPS koordináták nélkül a világot körbe pózolja az éppen megépített berendezések mellett, de ez nyilván nem csak pózolás, hanem rengeteg sok munka és nagyon sok eredmény is. És hát nyilván ahova én jártam, a Műszaki Egyetem is részt vesz fúziós kutatásokba, de azt hiszem majdnem mindegyik egyetem Magyarországon, ahol van fizikus képzés ott, hogyha valaki szeretne fúzióban kutatni, az tud, úgyhogy ha a kedves tanár kollégákhoz oda megy valamelyik diák kísért szemmel, hogy nem tudja, hogy hol tudnak fúzióval foglalkozni, akkor nyugodtan ment bármelyik egyetemre, mindenhol meg lehet ezt oldani. Hol ezzel, hol azzal, de hát nem túl nagy az ország, tehát Szegedről is föl lehet járni, akár kell egy diplomát írni. No, tehát összefoglalásképp azt tudnám mondani, hogy ez a legfontosabb üzenet szerintem, hogy a fúzió jövő egyik lehetséges energiaforrása, ami már ilyen utopisztikusan közel áll egy ideális energiaforráshoz, és hát ezért ugye vannak neki hátrányai is, tehát valami nem lehet tökéletes. A hátrány pedig az, hogy hatalmas fizikai és technológiai kihívásokkal kell megküzdeni. Én azt gondolom, hogy érdemes megpróbálni, akkor is érdemes próbálni, hogyha nem sikerül, legalább tudjuk. Tehát annyit megér szerintem, hogy megpróbáljuk. Itt felraktam 3 honlapot, amire el lehet kalandozni, vagy a diákokat is el lehet küzdeni. Ez egyik a mapfúzió.hu. Ezt próbálják aktuálisan tartani, illetve a jelenlegi korok legyen haladva a Facebook oldala is van a
fúziós szövetségnek, vagy a nukleáris társaság fúziós szakcsoportjának, vagy az a kettő együtt dolgozik. Illetve nemzetközi szinten, tehát angolul vagy egyéb ITER partner nyelveket beszélők számára az ITER.org-on nagyon jó képek, videók, magyarázatok, körvezetés, oktatóanyagok mindenféle rendelkezésre áll, de ezek nem magyarok, tehát a magyar anyagokhoz a magfúzió.hu-t vagy a valamelyik magyarországi központot, tehát vagy a Wigner-t, vagy a BME-t, vagy az egyéb egyetemeket, ilyeneket érdemes megkérdezni, rendelkezésre állnak. Most nem hoztam el magammal, mert nem szeretnék itt a fissziós energiatermelés mekkájában klezmert játszani azzal, hogy a fúziót népszerűsítem ilyen szóranyagokat, de vannak, és hogyha valaki szeretne, akkor tudunk nekik küldeni, és ilyenek. És igen, a többi az már csak ilyen tartalék. És köszönöm szépen, hogyha lesz majd még 2 percünk, akkor tudok egy virtuális sétát mutatni egy Tokamak belsejében. 2 perc is van még. Hát attól függ, hogy mennyi kérdés van, azért nem akarom a kérdésektől elvenni az időt senkitől. Szerintem előbb meghallgatom, hogyha vannak esetleg kérdések, ami nem került feltevésre menet közben. És akkor utána megmutatom, de ezt is érdemes fölvenni, www.ipp.mbg.de, hogyha oda az ember fölmegy, és ott 2-t kell kattintani, és akkor erre a virtuális Tokamak sétára el lehet menni, ami szerintem nagyon jó pofa. Igen? Pont ezt a helyszínt választották, mert tudtam, hogy a tengerpartról legalább 50 kilométerre van. Na most, a Kadarás az valóban olyan, nagyjából 50 kilométerre van a tengertől. Kadarásra azért esett a választás, tehát most milyen léptékben nézzük, ugye? Tehát hogy az, hogy Franciaországba került az ITER, az ilyen komoly nemzetközi tárgyalása, most itt legyen, Japánban legyen, esetleg másik partnernél legyen, Európa elég erős a fúzióban, ezért sikerült kisakkozni, hogy akkor inkább itt legyen, és akkor cserébe engedményeket teszünk másoknak, hogy például Japán a főigazgató, vagy legalábbis eddig az volt, most már nem. És így tovább, és így tovább. Kadarás, meg Kadarás maga egy, ott egy nagyon nagy francia nukleáris létesítmény van, tehát egy nukleáris kutatóintézet, ott mindenféle ilyen titkosított nukleáris kutatásokkal is foglalkoznak, de a Kadarási kampuszban figyelni kell, hogy az ember ne kóboroljon el, mert ott ilyen morózus arcú gépfegyveres őrükbe lehet botlani, meg szabadon császkáló vaddisznókban, mert egyébként természetvédelmi terület. Tehát szerintem ezért van ott, mert hogy ez a legnagyobb ilyen nukleáris, vagy egyik legnagyobb nukleáris kutató létesítmény a franciáknak, de minden esetben talán ez van a legközelebb bármilyen tengerhez. Úgyhogy, de komoly infrastruktúrális fejlesztéseket, új utakat kellett építeni, meg ilyenek, hogy kellesen szállítani. Amikor ezek a tárgyalások folytak, akkor én az egyik kiküldött voltam Brüsszelbe, és igazából ez egy nagyon erős, ahogy a Geri is mondta, hát ilyen tudománypolitikai, meg tudománydiplomáciai hát kötélhúzás volt az Európai Unió és Japán között, mert mind a két, hát most az Európai Unió az nem ország, de hát, szóval mind a két fél nagyon ragaszkodott hozzá, hogy nála legyen. Most először az Európai Unión belül kellett akkor egyeztetni, hogy melyik ország van lesz ez az egész, vagy legalábbis melyik országgal pályázunk mi, ugye a japánokkal szemben. Itt két jelölt volt, az egyik spanyolok voltak, ott a spanyoloknál a tengerparton lett volna közvetlenül, és a másik pedig hát Kadarás volt, és hát akkor először az Európai Unión belül volt egy eléggé kemény boxmeccs, és hát akkor ez ilyen adok-kapok volt, tehát hogy ha nálad lesz, akkor nálam lesz ez, meg az, meg stb. És hát ugyanígy, amikor már kiderült, az Európai Unió saját magán belül eldöntötte, hogy mi a Kadarással fogunk pályázni a japánokkal szemben, akkor utána ott volt egy ilyen adok-kapok a japánokkal. Úgyhogy ilyen szempontból a következő nagy fúziós berendezésnek a megépítését viszont a japánok kapták. Ez az úgynevezett IFMIF, ami a fúziós technológiához szükséges anyagtudományi kutató intézetnek a létrejötte. Ugye itt rettenetesen nagy probléma az anyagoknak a kiválasztása, ugye a Geri is mondta, hogy milyen anyagokkal építjük fel ezt a fúziós berendezést. Ez két ok miatt is kritikus. Az egyik az, amit a Geri is említett, a radioaktivitás miatt. De a másik ok az a sugárzási károsodás. Sugárzási károsodás, mert ha nem jól választjuk meg az anyagot, akkor elképzelhető az, hogy mit tudom én, a nagy energiás neutronok által folyamatos besugárzást ért szerkezeti anyagok, azok
új olyan sugárzási károsodást szenvednek, hogy mechanikailag a szilárdságuk lecsökken, ridegé válnak, stb. És például egy ilyen hatalmas nagy berendezésnél, amin az egész vákumtartályt, ha 5 évenként ki kell cserélni, akkor az nyilvánvalóan nem egy megoldás. Tehát itt az anyagtudományi rész ez rettenetesen fontos. Tehát Franciaországban épül az ITER, és Japánban meg épül az IFMIF, ami egy ilyen material science. Igen, igen. Az IFMIF-ról azért nem beszéltem, csomagyak meg egyrészt, egy kicsit elfelejtettem, másrészt ez még mindig egy ilyen kis labdázási állapotban van, ez nincs annyira kiforva. De egy nagyon jól kézzelfogható ilyen gesztus, amit az Európai Unió tett, hogy a japánok legnagyobb tokamakját, a JT-60-t, azt most fölfejlesztik szupravezetővé, és gyakorlatilag a jettel összemérhető tudományos központot akarnak ott létrehozni, és hát az Európai Unió cserébe, ahogy ide került az ITER, igen nagy mennyiségű emberrel, meg pénzzel beszáll. A spanyolok meg például úgy lettek kompenzálva, hogy a Fusion for Energy, ami a fúzió gazdaságilag alkalmazható állapotban hozásért felelős ügynökség, nem tudom, hogy lehetne szépen fordítani, hogy miért felelnek ők, annak a központja pedig Spanyolországban van. Tehát, hogy Csaba mondta, itt volt némi ilyen tudománypolitika. Hát, ha nincs, akkor köszönjük szépen!